Folytatjuk a témát Adányi Lászlóval, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat projektvezetőjével, aki az elmúlt napokat Veronában töltötte, hajnali 3-kor ért onnan haza, valamint dr. Purebül Györggyel, a Magyar Pszichiátriai Társaság elnökével, aki szakemberekkel segít a túlélőknek és a hozzátartozóknak feldolgozni a tragédiát. Jó reggelt kívánok, uraim, köszönöm szépen, hogy itt vannak ilyen nehéz téma kapcsán is. Adányi úr, ahogy itt az imént említettem, ön most ért haza Veronából nem régen. Első körben a túlélőknek, aztán a hozzátartozóknak nyújtott, vagy próbált segítséget nyújtani. Milyen módszerekkel lehet ilyen esetben egyáltalán hozzájuk közel férkőzni, mert hogy nyilván nagyon, nagyon nehéz olyankor szóba elegyedni velük. A Máltai Szeretetszolgálat két erre a feladatra kiképzett és gyakorlott pszichológust vitt magával, és ugyanezt tette az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság is, 3 emberrel, tehát 60 voltunk, akik tudtunk segíteni. Ez egy pszichikai elsősegélynyújtás, egy pszichológiai elsősegélynyújtás, a krízisintervenció, amely a katasztrófát követő 24-48 órában nagyon fontos, mert ez segít megelőzni a poszttraumás stresszbetegség kialakulását, illetve az események feldolgozásának az időtartamát talán lerövidíti. Ez önmagában véve azonban nem elegendő, egy utánkövetésre is szükség van. Tehát tulajdonképpen nem arról van szó, hogy hosszasan, órákon keresztül kell ilyenkor beszélgetni azokkal, akik ott vannak, akik túlélték, hanem inkább egyfajta ilyen lelki támasznyújtásra van szükség, mert hogy ebből lehet aztán építkezni? Hát lehet így is fogalmazni, ez a pszichológiának egy szakterülete, ezeket az embereket beszéltetjük, és próbáljuk őket meggyőzni arról, hogy próbáljanak nem magukba fordulni, hanem azokkal a körülményekkel, amikkel ott találkoznak, együttműködni, és utána segítséget kérni, amennyiben ez szükséges számukra. Doktor úr, az ön által vezetett társaság tagjai mennyire nyitottak arra, mert hogy egy felhívást intézett a tagokhoz, hogy próbáljanak meg minél többen jelentkezni a feladatra? Tegnap estig 8 szervezet és további 20-valahány folyamatosan bűvölista egyéni pszichiáter és pszichológus kollega jelentkezett a további segítségnyújtásra. Ez nagyon fontos. Van egy akut segítségnyújtási szakasz egy ilyen helyzetben, ami arról szól, hogy segítsük az embert, tehát ezen a szakaszon, amiben épp most van, ezen a szörnyű helyzeten, és azért is, hogy megelőzzünk későbbi mentális zavarokat, amik ebből a traumából alakulhatnak ki. Ez példanélkül ilyen jól és csodálatosan működik, a teljes szakma egy emberként mozdult meg most, és kiválóan alakult szakmai szempontból ez a egyébként borzasztó helyzet most. Viszont, mivel megnöveli a hosszabb távon a mentális zavarok kockázatát, elsősorban a poszttraumás stressz zavarit, a depressziót és a szerhasználatét, minden ilyen trauma és tragédia. Ezért mi ezt a hotline-t azért is hoztuk létre, hogy később, 4-5 hét múlva, akár hónapok múlva, ha valaki akkor szembesül azzal, akkor találja magát egy ilyen megoldhatatlan pszichés állapotban, emiatt a trauma miatt túlélő hozzátartozó barát, akkor is legyen egy hely, ahol fordulni tudnak. Mert lehetséges, hogy csak akkor jön majd elő nála? Így van, tehát az általában akkor szoktak előjönni hetekkel a tragédia után, vagy akár hónapokkal a tragédia után, de ahhoz, hogy csökkentsük az esélyt annak, hogy előjöjjenek és kialakuljanak, ahhoz kell nagyon hatékonyan beavatkozni most, és ez szerencsére, és hála mindenkinek, aki ebben részt vett, nagyon jól működik. És mi a tapasztalat? Önöket keresik meg a túlélők, vagy a hozzátartozók, vagy önök keresik meg őket, hogy segítsenek? Mi létrehoztunk egy részben két telefont, ezeket a honlapunkon meg lehet találni, illetve egy e-mail címet, az mpt1@tonline.hu-t, amelyeken befuthatnak a kérések a túlélőktől, hozzátartozóktól, barátoktól, tehát bárkitől, aki segítségre szorul, és mi összekötjük őket azokkal a szakemberekkel, akik vállalják a segítséget, és noha most az akut szakban vagyunk, már jöttek kérések egyébként. Noha mi arra számítunk, hogy igazából ezek hetek múlva fognak növekedni, már most beérkeztek. Nem csak a Pszichiátriai Társaság vagy a Szeretetszolgálat, hanem példátlan módon tényleg az egész ország összefogott. Adányi úr, mégis azt szeretném megtudni, nem konkrétan, hogy miről beszélgettek a gyerekekkel, de hogy egyáltalán hogyan indult a beszélgetés velük, a túlélőkkel, hogyan tudtak hozzájuk közel férkőzni? Hát mi ugyanabban a szállodában laktunk, ahol ők,
és óvatatlanul, hogy közösen mozogtunk, és erről elkezdtek beszélni. Kérdéseket tettünk föl, és akkor elkezdtek erről beszélni. Próbáltunk csoportot is szervezni a számukra, ahol ezt együtt csinálták. A partnerek voltak együtt ebben ők? Tehát érezte a gyerekeken azt, hogy ők vágyják azt, hogy segítsenek rajtuk? A gyerekek, azok partnerek voltak. A szülők és később aztán azoknak a hozzátartozóik, akik elvesztettek valakit a családból, ott már sokkal nehezebb volt a helyzet, és a legnehezebb mindig az, amikor bizonytalanság van. A gyerekek tudták, hogy haza fognak utazni. Ott egyértelmű volt, hogy mi fog történni. A többiek esetében nagyon elhúzódott az azonosítási eljárás, olasz nyelvre kellett fordítani, tehát ez még egy plusz külön teher volt, ami megnyújtotta ezt a traumatikus fázist, és ezért volt nagyon fontos, hogy mi egészen végig ott voltunk velük, addig, amíg az utolsó hozzátartozó haza nem tudott utazni. Doktor, nyilvánvalóan néhány nappal vagyunk csak a tragédia után, és nyilvánvalóan nem lehet egyértelmű diagnózist felállítani, de hogy látja, a túlélők túl lesznek valaha ezen a sokkon, vagy azért mindig bennük marad ez? Nagy részük valószínűleg túl lesz rajta, és az élettörténetébe beépül egy tragikus, de feldolgozott szakaszként, és lehet, hogy valószínű lesznek köztük olyanok, reméljük minél kevesebb, akik ebből egy hosszabb terhet visznek magukból, egy komplikált gyászt. Az egyszerű gyász az ugye teljesen hétköznapi, a normál gyász, ez egy teljesen normális emberi reakció, de van komplikált gyász, lehet poszttraumás stressz, és egyéb más mentális zavarok a következményeként. Mi reméljük, hogy nem lesz, és azon vagyunk, hogy megelőzzük, hogy legyen. Elvileg nő a kockázat ezeknek a mentális zavaroknak. Én azért az eset kapcsán azt még kiemelném, hogy ez egy szörnyű tragédia, és szerencse benne, hogy az egész társadalom példa nélkül megmozdult a támogatásban, de lássuk azt is meg, hogy azért ez piciben megtörténik minden hétvégén, vagy minden nap, amikor ónos eső van. Mert visznek be pici balesetek halálos áldozatainak hozzátartozóit, súlyos sérültjeit, traumatológiai osztályokra, és nagyon fontos volna, hogy ők is megkapják ezt a fajta segítséget a hétköznapokban, a időzőjelben kicsi tragédiák elszenvedő, mint ez ilyen nagyoké, mert ez a kicsi tragédia, ez nekik éppen olyan nagy, mint világos, ez a nagy. Teljesen érthető. Uraim, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak. Köszönjük szépen.